kik vannak, csapjuk össze néha a kezünket, és bizony különleges, érdekes személyiségeket találunk a környezetünkben. Hát én most találtam egy hölgyet, Otyehel Krisztina, akinek szíve van, lelke van, belső késztetése, ihletettsége, művész, még azt is mondhatnám, hogy pedagógus, hiszen nagyon sokat foglalkozik gyerekekkel, de hogy ki is ő, hát ez fog kiderülni beszélgetésünkben. Kedves Krisztina, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen a lehetőséget. Na most, mi igazán most úgy hívtuk meg, mint egy különleges tábor vezetője, de valójában kicsoda ön? Művész? Képzőművész? Hát nem gondolom, hogy avatott művész vagyok, inkább azt gondolom, hogy autodidakta művész, szeretem a művészetet, a művészetnek nagyon sok formáját, tehát az irodalmat és képzőművészetet is. Az apukám építész volt, és így ezek a fajta épületelemek is nagyon vonzottak. Saját magam belső késztetésére kezdtem el üveget festeni. Tetszett ez az anyag. Más egyéb dolgokat is szoktam csinálni, mert fazekaskodom is. Nagyon jó kismesterem van, aki egész közel lakik hozzám, és így nagyon sokat tudok alkotni. Szeretem ezt a tevékenységet, tehát a legfáradtabb és a legnehezebb pillanatokban is sokat segít a relaxálásban, a pihentetésben, és én azt vettem észre, hogy itt mondta a pedagógiát, hogy a gyerekeknek sokszor az alkotástól, attól a természetes alkotástól az elvárások elveszik a kedvét. Tehát, hogy sokkal több kreatív alkotó felnőtt lehetne, ha elhinnék, hogy nem csak nagyon nagy magaslatokba lehet alkotni, hanem csak ilyen kicsibe is. Vagyis hagyjuk a gyerekeket kibontakozni, szeressék meg a művészeteket. Igen, ez egy nagyon fontos dolog lenne. A műsorunk címe, mint önök is látják, üveg és lélekfestés. És itt jön be az a különleges dolog, amiért én kíváncsi voltam Krisztinára, hogy a lélekfestés mit akar? Hát, mint mondtam, én magamon észrevettem, hogy engem pihettet az alkotás. Tehát abban az esetben is, amikor fáradt vagyok, vagy egy kicsit dekoncentrált, azzal, hogy összpontosítok valamire, ami egy művészeti folyamat, levesz erről a fajta feszültségről, tehát kikapcsol. És hát immáron 5. éve tábort vezetek Brás-szigetén, ahol azokat az embereket hívom meg ezzel a kreatív műhelyködéssel, akik úgy érzik, hogy rá tudnak erre a gondolatmenetre csatlakozni. Ez nem hazánkban van. Nem, Horvátországban tartjuk. Hát egy szigetem. Micsoda környezet. Konkrétan elszigetelődünk, tehát itt könnyű amúgy is egy kicsit lekapcsolódni, bár éppen itt kint még a stúdió beszélgetés előtt beszélgettem másokkal, és hogy valójában még ez a környezet is nehezebben, tehát hogy hiába a környezeti hatás, nehezebben engedik el az emberek azt a rohanást. Tehát kell egy-két nap, amíg lejönnek erről a pörgésről. Ez ott látszik, hogy ugye amikor elkezdődik az alkotás, akkor nagyon gyakran figyelik egymás művét, figyelik, hogy hol tart a másik, hogy mennyire ügyes, nagyon, nagyon sokat bántják magukat. Még nincs önbizalmuk. Igen. És ahogy elkezdenek a saját munkájukra figyelni, akkor tulajdonképpen az, hogy még az asztalnál 10-12 ember ül rajtuk kívül, kizáródik, és meglepő módon a férfiak is nagyon várják azt, hogy reggeli után lehessen jönni, és lehessen folytatni a művet. Tehát, hogy be tudják fejezni, mire véget ér a tábor. És ez a tábor kiknek van, akik már egy kicsit tanultak művészetet, vagy kézügyességet, vagy bárki mehet, és kipróbálja magát. Hát bárki. Én azt szeretem, ha bárki, azt szeretem, hogyha vegyes a csoport, tehát mindenki azt gondolja, hogy ez az alkotó tevékenység valamilyen női principium, nem. Hát az ólomüveg készítés, egyébként Tiffany lámpakészítő is vagyok, tehát így kezdődött a színes üveg szeretete. Az régen a férfiaknak volt
előjoga. Tehát hát nem egy könnyű mesterség. Az üvegművesség, vagy bármilyen művészeti tevékenység, ha belegondolunk, hiszen a freskó festéstől kezdve a szobrászatig ez eredendően férfi principű. Tehát őnekik volt megengedve ez az oktatási forma, őket képezték. Tehát én azt nagyon hangsúlyosnak tartom, hogy ez a fajta üvegfestés nem lányos dolog. De hát várom a férfiakat, várom a gyerekeket, a gyerekek is végtelenül ügyesek ebbe, és nagyon tehetségesek. Akkor engedd meg, hogy én ezt megmutatom nézőinknek, és ezen egy kicsit magyarázd el a technikát, meg egyáltalán, hogy mi is ez tulajdonképpen, hiszen elvileg egy üveget tartok a kezemben. Igen, többnyire sík üveget festünk, ez megkönnyíti a kezdőknek is a dolgát. Ez egy családfa. Különböző színeket használtam, azt tudni kell, hogy az üvegfestésnek a legnehezebb része maga a kontúrozás. Tehát az az alapja, azt nagyon precízen és pontosan kell elvégezni, hogy utána ezekben a kis gödröcskékben megmaradjanak a felvitt festékek. Úgyhogy aki először csinál ilyet, az bizony a második nap még javít. Hát, de így is szép, hogy meg tudja csinálni. Igen, igen. Ez egyébként egy családfa, tehát el lehet helyezni ebben a körökben azokat a tagokat, így van, akik a családhoz tartoznak. Ez az én saját családfám, ahol szerepel az a hely is, az a gyermek, aki nem született meg, tehát hogy mert csak a... ő része a családnak? Igen, ő egy lélekközösségnek a része, hiszen ide szeretett volna jönni, tehát ő ide tartozik. Egyébként ugye, ha már erről beszélünk, és így családfa, és az, hogy ki marad köztünk, és kit veszítünk el, ez ugye a másik nagyon fontos dolog az életemben, hogy egy pár éve veszítettem el az apukámat, és ez a fajta gyászfeldolgozás vitt olyan utakra és olyan technikáknak az elsajátítására, amiről úgy gondolom, hogy másoknak is segít ebben a traumatizált időszakban. Tehát tulajdonképpen egyrészt maga az a művészet, amit csináltatsz az adott tábortagokkal ottan, másrészt a te lelki gazdagságod ad egy ilyen léleképítést? Igen, igen. Hát én tétakonzulens vagyok, tehát... Tétakonzulens? Igen, tehát úgymond foglalkozom a tudatalattival, de hát az eredeti szakmám az ugye nővér és gyermeknevelő, tehát én mindig is az emberekkel foglalkoztam, vagy a fizikai síkukkal, vagy a lelki síkukkal, és hát igen, nagyon sok érzékenyítő játékot is játszunk a táborban. Mivel masszőr vagyok, az érintésnek a szerepét nagyon sokszor előtérbe hozzuk és előtérbe toljuk. Nem is gondolnánk, hogy nem azok az intim területeink, amiket nem érinthetnek meg mások, amit az hétköznapi életben intim szóval illetünk, hanem például az arcunk. És ezekben az érintős játékokban ez nagyon, nagyon eklatánsul kijön, hogy az ember nem érinti meg csak úgy egy vadidegennek az arcát. Kedves nézőink, tényleg hogy kik vannak? Krisztina tulajdonképpen egyesíti az álmait, meg mindazt, amit tanult, meg mindazt, amit át szeretne adni, tehát egy jó példája lehetsz mindazoknak, akik reménytelenek, hogy ó, mennyi mindent szerettem volna csinálni, és nem így hozta az élet. Te kiharcoltad a masszőrségtől a képzőművészetig, az ember szeretetig, a szakmádat, a nővérséget, ezt olyan jó hallgatni. Hát az a szerencsém, mert ugye találkoztam ezzel a kvíz kérdéssel egyszer egy közösségi oldalon, hogy mi az, amit az apukádnak megköszönnél, és hát az lehetne, hogy ő soha nem mondta azt, hogy nem lehetséges. Tehát soha nem vett le arról a dologról, hogy ne próbálkozzak bármivel is. Mert tényleg, tehát, hogy nagyon kevés szer fordul az elő, hogy valóban anyagi forrás az, ami minket eltántorít attól, hogy megpróbáljuk, hogy mik lehetnénk.
Na most beszéltünk erről a horvátországi táborról, ez ugye gondolom felnőtteknek van. Gyerekek is szoktak vagy lenni. Úgy tehát is, hogy család meg? Van, igen. Tavaly évben 3 komplett családunk jött gyerekkel. Úgyhogy gyerekeket is nagyon szívesen várok, pont jövő héten fogok indítani egyébként egy belföldi napközis gyermektábort, ami szintén a kézművességet helyezi előre. Ez most 15-én igen, már indul. Igen. És az itthon van? Igen, Leányfalun fogom csinálni ezt a tábort. Batikolástól kezdve minden kutyafülét fogunk csinálni, nagyon sokat fogunk mozogni, sorjátékokat fogunk játszani, ez 6-12 éves gyerekeknek szól ez a tábor, úgyhogy már nagyon várom, már ma is a csomagtartóba beszuszakoltam a ehhez való kelengyét, amire szükségünk lesz a tábornál. Hát már ha ők is ott egy kicsit mesterkednek, akkor ahhoz gondolom alapanyag kell. Igen. De ez most csak gyerekeké, 6-12-ig. Ez most csak a gyerekeké, igen. Nyár végén szedem a sátorfámat, és akkor megyek Brácsra, és akkor ott várok mindenkit szeretettel. A tábor különlegessége egyébként, hogy vegetáriánus étkeztetés van. Ez nem jelenti azt, hogy bárkitől tiltjuk a húsevést, tehát mivel egy apartmanos elhelyezés van, nyugodtan süthet magának húst, de ebben a szellemiségben működik a konyhánk. Nem éheznek a férfiak se, mindenki jól lakik, úgyhogy nagyon finom ételek készülnek a mi kis nyári konyhánkban. Ez nekem nagyon tetszik. Akárha egy egész család megy el, ugye mi szokott lenni, hogy fürdünk, hazajövünk, sétálunk, fagylaltozunk, körülbelül ennyiből áll egy nyaralás. Itt viszont szinte tömören rengeteg mindent kap. Igen. Alkotó eredményt, elismerést, ha valami kis tárgy szépen sikerül. Jaj, de hát ne feledkezzünk el a tárgyakról. Itt is van egy különleges, talán kaméleon? Kaméleon, igen, ezt is egy táborlakónk festette a tavalyi évben első munkája. Hát igen. Ahhoz képest ez nagyon-nagyon aranyos, tehát nem kell félni, bátran menjünk, alkossunk. Nagyon-nagyon érdekes technika. És meg is lehet csinálni mondjuk így egy hét alatt? Igen. Direkt úgy van összeállítva a táborprogram, hogy mindenképpen azt szeretem, hogyha haza tudnak vinni egy kész terméket. Nagyon sok fali óra készült, ami ugye azért mégiscsak kikerül. Hát nagyon nagy sikerélmény az, amikor odajönnek, és ahogy ön mondta, betelefonálnak, és megkérdezik, hogy hát kell előképzettség, és elmondom, hogy nem, de hát ő ügyetlenül nem tud, nem türelmes, stb. És így érkezik meg, és a végén kerülnek föl a posztok, és jönnek a barátnős lájkok, és mindenki el van ájulva, hogy nem igaz, hogy te csináltad. És ez annyira jó, ha másra nem jó a virtuális világ, de ebben az esetben nagyon kellemes az, hogy rögtön több felől nem csak tőlem kap visszaigazolást, hogy én esetleg elfogult vagyok vele szembe, hanem mindjárt másoktól is megkapja a visszaigazolását. És hát bizony volt olyan táborlakom, aki azt mondta, hogy neki ilyenhez nincs türelme, és hát ezt ő az ajánlásában szoktam kérni 4-5 mondat, nem elfogult ajánlás, tehát azt szeretem, hogyha valami hiteles. És ő írta le azt, hogy ő sose gondolta volna, hogy őt le tudja ezt kötni, és amikor ő hazajött, vette egy kiszínező mandaláskönyvet, és a feszültnek érzi magát, akkor ő abba színez. Hát most visszaérkeztünk a lélek építéshez, hogy önbizalmat adsz, esetleg önmagára ráismerést, hogy ki is ő, hogy esetleg van kézügyessége. Igen, és hát a színek is nagyon sok mindenről beszélnek. Tehát ugye itt elkerülhetetlen, hogy egy-egy foglalkozás során az, hogy én mennyi időt töltöttem emberekkel, és az egyéb ilyen ráképzések során mennyi rálátásom lett lélektani belső munkákra, beszélnek a rajzok, tehát beszélnek a színek, beszélnek a formák, a választott minták is beszélnek, az, hogy az hogy alkotódik meg, az is beszél az egyénről, és lehet ezt szépen visszatükrözni, és szépen lekommunikálni, hogy ő maga is önmagára ismerjen, akár a türelmetlenségében, akár a belső szomorúságában, amit kitükröz, tehát lehet ezzel ott. Van szerencsére nagyon sok időnk,
tehát délelőttönként vannak a foglalkozások. Nem szeretem túlterhelni a csoportot, mert mégis ott a tengerpart, és azért az legyen meg az a nyaralás. De mindig jut időm arra, hogy lekonzultáljak bárkivel, hogyha úgy érzi, hogy ő benne most valami felszabadult, vagy valamit egyszerűen felismert magába, és ő ezt szeretné most kibontani, hogy ez miért történik vele. Ez ugye augusztusban lesz, igen, ez a brács, de viszont a gyerektábor az már most 15-én indul. Biztosítani tudod, hogy ne legyen fertőzés, hiszen most még nehezen mozdulnak ki az emberek. Nagyon szerencsém van, mert ez egy 6 szobás wellness szállodának a területén van. Egy nagyon közeli régi barátság teszi ezt nekem lehetővé. Kis létszámú a csoport, 9 gyerekkel indulok el. Uh-huh. Ez a szűk létszám is már adott. Az élelmiszert, tehát az ebédet, azt mi egy ételszállító cégtől rendeljük, tehát nem kerül ott semmi elkészítése, csak melegítése, ha esetleg valakinek diétára van szüksége, vagy bármi egyéni bánásmódra, ebbe a tekintetbe azt meg tudjuk oldani. És hát már felkészítést kértem a szülőktől, mert ugyan már ugye március óta ez nagyon erősen jelen van az életünkben, de a gyerekek kulacsot hoznak magukkal, és csak a saját kulacsukból isznak, tehát egy nagy üvegedényből tudnak ők majd csaponát, már elkészültek otthon a bodzaszörpök, én már leszettem a bodzát, és megcsináltam a táborra, után tölteni, és hát nyilvánvaló, hogy azok a higiénés szabályok, amiket amúgy is be kéne tartani, azokat még jobban előtérbe toljuk. Itt látok egy kedves kis macit egy szívben. Vajon ez mit takar? Hát ez egy most induló projektemnek a kis figurája, amit egyébként a lányom tervezett, aki fotós. Mint ahogy említettem a beszélgetésben, én 3 éve elveszítettem az apukámat, és az ötlet ugyan nem az enyém, de külföldön történik ez a dolog, és szerettem volna ezt idehozni, mert számomra is vigasztaló a jelenléte. Júliustól elindítok egy új történetet. Én is megtartottam az apukámtól ruhaneműt, és ha valaki elveszít valakit, az általa megtartott ruhaneműt fogjuk egy mackóban megjeleníteni, tehát egy mackót fogunk készíteni neki abból a ruhából, ami itt maradt, amit megtartott, amit valamiért közel állt a szívéhez, és most valahol a fiók alján, vagy egy polc mélyén húzódik meg. Soha igen, nem a ruhát előtt kirakni nem akarja, igen, de hát nem teheti mindig előre, hogy egy kicsit nézegesse. Igen. Viszont, ha ez a ruha nem átalakul egy kedves tárgyá, akkor az tulajdonképpen, mintha ott ülne közöttük. Igen, igen, tehát ezzel egy kicsit így jelen van, tehát úgy illeszkedik észrevétlenül a hétköznapi létbe. És ez is ilyen táborszerű, vagy ez ilyen foglalkoztató? Vagy nem, hol? Ez a saját kézműves termékem lesz, tehát ezt én fogom készíteni. Közreműködik benne még egy nagyon kedves barátnőm, ő lesz még a segítségemre. Tehát ezek egyedi darabok. Én szeretném, hogyha történettel jönnének a ruhák, mert ez nagyon fontos az elkészítésénél. Ebből adódóan nem tudom majd 100 számra gyártani, hanem majd valamilyen nagyon sorrendet fogunk kialakítani a befogadáskor, hogy mikorra fog elkészülni a termék, mert hiszen én azt szeretném, hogy igen, bensőséges. Igen, igen, én szeretném úgy alakítani, hogy az átjöjjön, hogy az neki szól, az róla szól, abba ő van, és hogy azok a gondolatok, amikkel feladták azt az alapanyagot, az megjelenik a termékbe, tehát ahogy én foglalkozom vele, amíg elkészül ez a mackó. Uh-huh. Én nekem megvan a gyerekkori mackóm is, már nem mondom meg, hogy ez mennyi idős, de hogy tudom, hogy az embereknek azért van ilyen kötődésük már magához a figurához is, és nem probléma az, hogyha nem dobunk ki mindent, tehát senki ne érezze azt, hogy ez egy rossz dolog, hogy valamit megtartunk. Amúgy is nagyon lerövidül a gyászfeldolgozás, amúgy is nagyon sürgetnek minket, tudjuk, hogy 2 napot adnak arra, hogyha valaki meghal,
tehát a szabadság, ugye, tehát hogy engedjük meg magunknak, hogy ezeket a dolgokat van, szépen... Ha már túl vagyunk a sok csúnya ügyintézésen, akkor utána maradjon ott valami, amit lerakok, és kedves, és ránézek nap, mint nap. Igen, szerintem ez egy nagyon-nagyon szívmelengető tárgy lehet. Tehát egy nagypapa tovább mehet ahhoz az unokához, akivel esetleg életében nem olyan szinten tudott találkozni, mint ahogy szerette volna. Nálam is készül a prototípus az én apukámnak a pólójából. A középső lányom idén megy férhez, és szeretnék egy mini darabot kiszakítani ebből a történetből, és azt én továbbadni az unokámnak. Hát kedves nézőink, én csak azt mondom, hogy ismerjék meg közelebbről Krisztinát, hiszen szinte arra született, hogy adjon a többi embernek, és gondolom, hogy ezáltal te magad is feltöltődsz. Hát igen, nekem ez nagyon, nagyon sokat jelent, mert ezek a pozitív dolgok, amik másokkal történnek, ezek számomra is visszahatnak. Mindig azt szokott ilyenkor eszembe jutni, amikor egyetemistákkal csináltak egy olyan tesztet, hogy megmérték az immunrendszerük állapotát egy egyszerű enzimvizsgálattal, és egy mozivetítés alkalmával Teréz anyáról és hasonló pozitív személyiségről vetített filmet adtak. Érdekes módon a kijövetelkor erősödött az immunválaszok, tehát az, hogy másnál azt látjuk, hogy örül, hogy jó neki, hogy jól érzi magát, az ránk is így hat, tehát felfelé hoz minket ez a pozitivitás. Hát nagyon szépen köszönöm, Krisztina, és örülök, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen.